Míg Nagy-Britanniában politikai káoszt okozott a Brexit megállapodás, Brüsszelben nyugodt hangon reagáltak a dokumentumra. Az Unió Brexit főtárgyalója szerint még nem ért véget a munka. Egy fontos ponthoz érkeztünk, hiszen a különleges és hosszú tárgyalás után erre a pontra építhetjük fel a bizalmat, amire a jövőbeli kapcsolatokhoz szükség van, mondta Michel Barnier. Az Európai Parlament Brexit koordinátora Guy Verhofstadt szerint a lehető legjobb megállapodást érték el Nagy-Britanniával. Ez az egyesség lehetővé teszi a Brexitet, hiszen ezt kérték a brit emberek, de olyan módon teszi ezt, hogy elkerüljük a fennakadásokat és a gazdasági katasztrófát az Unió és az Egyesült Királyság számára. Ez egy nagyon fontos eredmény, mondta Guy Verhofstadt. Az Európai Bizottság nem kommentálta a brit kormánytagok lemondását. Nem kommentáljuk az Egyesült Királyság belpolitikai fejleményeit, ahogy a tárgyaló partnerünkhöz, Theresa Mayhez vagy a kormányához kötődő híreket sem. Jó szándékkal folytatjuk a munkát velük, mondta az unió szóvivője. Donald Tusk tanácselnök szerint az unió minden lehetőségre felkészült, és folytatják a jövő heti uniós csúcs előkészítését. Annyit mondhatok, felkészültünk a megállapodás megkötésére novemberben, de arra is felkészültünk, hogy nem lesz ilyen megállapodás. De a legjobb az lenne, ha végül elmaradna a Brexit, mondta a lengyel politikus. A brit parlament december elején szavaz majd az egyességről.